üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, ja, jöjjenek az 1 technikák, végre itt van, elhoztam, megcsináltam, most volt időm, de elhoztam, kicsit késtem, tudom, de, de megvan, nagyon élveztem, amit csináltam, és, 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 amikor azt hittem, hogy, hogy nincs már egy további szint, ahol, ahol ilyen játék technikákat tudok átadni, de van, és időközben rájöttem, hogy ez, ez egy féltvőrzött kincs volt ezek az 1 technikák, hogy miért, mert, mert ez a next level shit, mert aki egyvi egyezett valaha is, az tudja, vagy ott belül ráérzett, hogy az egyvé egyben a leg technikáidat próbálod kihozni, a legjobb tudásodat próbálod kihozni, mert tudod, hogy egyetlen egy másik ember ellen játszol, és azt az egy embert abban a pillanatban nem becsülöd le. És, és akkor próbálod kihozni magadból azt, amit a legjobban, a leg, nem a legjobban tudsz, hanem a leg, uh, tényleg legtrükkösebb, legagyafurtabb technikákat, amit a játékról tudsz, azt próbálod kihozni, és ez a, ez a next level shit, tehát ami, ami itt technikákat látni fogtok, amiben elég Uh, mélyen belemegyek, belemegyek és, és megpróbálom átadni azt, amiket én gondoltam pályák közül, hogy milyen technikákat alkalmazok, milyen technikákat fejlesztettem ki uh, az évek alatt. A dologban a jó dolog, tehát az egészben a, a jó dolog, hogy mindezt nem egy szemszögből fogjátok látni, hanem kettőből. Klavinak a szemszögét is fogjátok látni. Ahogy össze lesznek rakva a videók, az úgy lesz, hogy az egyik felében én feltárom az én technikámat, az egyik felében az én szemszögeket fogjátok látni, hogy feltárok egy bizonyos technikát, igyekszem megfejteni Klavinak a technikáját. A következő részében a videónak pedig live-ban, tehát élőben fogjátok látni ö, az egészet, tehát alá kommentár nélkül csak azt, hogy ahogy mi beszélgettünk, próbáltunk egy, átjárni egymás agyán, mi, mi miből következett. És itt, v, itt jön a következő Lényeges pont, és a next level sheet következő fokozata, hogy ezekben a pillanatokban itt minden volt. Uh, nekem nagyon sokszor nagyon rossz az internetem, lerontja a játékélményt, és, és amit, amit itt látni fogtok, az egy evolúció uh, az emberi lélekben is, hogy, hogy milyen, amikor, amikor nem sikerülnek dolgok hogy megy le az önbizalom, hogy épül vissza egy másik játéknál, hogyan alkalmazkodom, alkalmazkodunk, hogy, hogy legyőzzük a, másik, a, másikat, tehát egy, egy teljes evolúciót látok abban, hogy, hogy elfogadás, elfogadott, hogy vesztesz, felépülsz belőle, alkalmazkodsz, képes vagy nyerni, és így tovább, és így tovább, és hihetetlenül fantasztikus ö, dolgokat fogtok látni ebből a szempontból. Ö, és és azt mondom, hogy, hogy a további videóknak, ahol nem voltak különböző technikai gondjaik, ahol mind a kettő a kettők szemszögét rendesen tudjátok látni, ott, ö, ott érdemes megfigyelni a, azt a Uh, azt, a, gyakorlatilag azt a lelki evolúciót, ami, amin keresztül megyünk, és azért, azért helyezek erre uh, hangsúlyt, hogy a live részeket is nézzétek meg, azért helyezek erre hangsúlyt, mert sokat tanulhatok abból, hogy uh, hogyan küzd meg egy ember azzal, hogyha nincs sikerélménye, hogyan próbál meg, fel, hogyan próbál meg felküzdeni magát, uh, hogy legyen, és, és, és mindezek masszívan benne vannak a, ezekben a játékokban. Mindezeket azért tartom fontosnak kihangsúlyozni, mert, mert a live részében, uh, ahol a, ott élő egyenesben kapjátok a, azt, hogy, hogy mi mit gondoltunk adott uh, téren, mert, mert, mert itt itt semmi nem megrendezett, itt nem az volt, hogy hagyjuk nekrót nyerni, hanem, hanem beleadtuk anyai tapait, Klavi az már nagyon fente a fogát rám, hogy egy egyezhessen, és, és hogy megmutassa, hogy ő, ő nagyon jó játékos, és erre, erre, majd kitérünk egy kicsit később, és ezért tartom fontosnak azt, hogy hogy ezt meg, nézzétek meg a live részét, mert ott nem tudtunk elrejteni semmit. Ott nem az volt, hogy szépen egy játék gameplay kimaszkírozok, hogy ó, uh, mekkora pró vagyok, és stb. Nem, itt, itt élő egyenesben kapjátok a a, az információt, és, és láthatjátok, hogy hogy egyrészt én is ember vagyok, kurvasokat hibázom, a körülmények ö, ellenére is megpróbálok nyerni, és rájövök, hogy a körülmények ellenére is tudok nyerni, néha a körülményeket hibeszem, tehát minden, minden, ami ami ö, volt, a, a játékok alán így élőbe kapjátok, és, és, és nagyon jó ö, dolgokat fogtok látni ezzel kapcsolatban, és Elég tanulságosak ezek a részek is, és, és úgy gondolom, nem, nem tudom, hogy hányan, de nem sokan csinálnak egy olyan részt, ahol live-ban merik felvállalni azt, amit mondanak, gondolnak, vagy éreznek, mert hiába mondok valamit, a hangsúlyomon érezhetitek, hogy nem biztos, hogy az úgy van. És, és ugye lesz egy technikai oldala is, ahol technikai öm, dolgokat osztok meg és, és uh, Ja, beszél, beszélek egy kicsit arról, hogy milyenek vagyunk mi, mint játékosok, Klavi és én. Ugye a Klavit már ismerhetitek, sok game-t uh, hát adott néhány gameplayt a, a csatornámhoz, mikor nekem nem volt időm játszani, és le tudtam csinálni kommentárt, úgyhogy jó, azután is köszönöm neki még egyszer. És aki látta azokat a, a gameplayeket, akkor tudja, hogy Klavi nem ma kezdte, és elég, elég uh, ügyes a srác, és ebből adódóan. Nekünk két technikánk is van, és ha így összevetnénk hogy a két videót, ahogy én szoktam játszani, és ahogy Klavi játszik, akkor eléggé szembetűnő lenne. A Klavi, ahogy úgy mondjam, ő, ő most van a, az elemébe, most, neki most éri el azt a csúcspontot, ahol, ahol a legjobb játékát uh, tudja hozni, és ennek megfelelően a játéka um, gyors gyors alkalmazkodóképes és gyors reagálású. És benne van, én legalábbis ezt én így, így érzem így látom, aztán ő majd ez az, az egészhez dolgokat. Tehát ő egy gyors gyorsan alkalmazkodó játékos, és emiatt megvan benne ez a nem félek. Pontosan azért, mert a reakcióideje ideje, és az alkalmazkodási képessége annyira gyors, hogy megengedi magának ezt a rássolós, keresgélős uh, játékot, uh, és, és hát pontosan azért, mert, mert nincs meg benne ez annyira férzés, és azért főleg azért, mert tökéletesen tisztában van azzal, hogy jobban tud lőni, mint én tehát precízebben lő, mint én és, és ez hatalmas előny, ugye, Call of Duty-ban, uh, hogy úgy mondjam, és én meg ezzel tisztában voltam, de sokszor a büszkeségem nem engedte, mert én valamikor olyan voltam, mint Klavi, tehát ugyanazt a játékstílus képviseltem, csak idővel uh, jobban kijött a, a, személyiségem a játékba, többet tanultam inkább, és többet trükköztem, és taktikáztam, és ahogy mondani szokták, ezt egy ilyen öreg rókává váltam, pontosan azért, mert tudtam, tudom, hogy egyes reflexek, nem, nem is reflexek, egy, ja, egyes tudatos reflexek, tehát nem tudatal, hanem tudatos reflexek már elkoptak, mivel hogy nem intenzíven kodozom, mint ezelőtt tizen évvel. És... És gyakorlatilag ezek a reflexek már, már elkoptak, és sok mindent felejtettem kodban, viszont a tudásbázis, a pálya a, a trükkök ismerete az mind, mind ott van, és ez a két dolog csap össze, és, és nem lövöm le a poént, hogy, hogy ki, ki, ki nyer, ki áll nyerésre. A lényeg az, hogy, hogy nagyon, kiegyenlített egyelőre a küzdelem, és, és látni fogjátok, hogy mind a két technikában, hol van esély, és hol kell alkalmaz, egyiket vagy másikat, és, és tökéletes ellenfél volt Klavi, mert be tudom nektek mutatni ezáltal, hogy, hogy melyik résznél, milyen pályán, mit kell, és hogyan kellene játszani, mit kellene megtanulni, és, és miben kellene jobbnak lenni. Úgyhogy nagyon izgalmas uh, játékokat fogtok látni, next level shit, úgyhogy úgy gondolom, aki rátalált el a videóra, iratkozzon föl, lájkolja like ezt a videót, mert, mert a többi is elég durva lesz, azt kell mondjam. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és hát hamarosan jön az első, illetve a második rész, ahol a konkrét technikákkal foglalkozunk. Sziasztok!